Mihez kezd a következő 5 évben újabb elsőprő győzelmével Budaörsváros képviselő testülete, illetve polgármestere? Hogyan reagál a városvezető a minapi alkotmánybírósági döntésre? Milyen üzletek nyílhatnak a buszvégállomáson? Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Engedje meg, polgármester úr, ez az első beszélgetésünk, interjúnk a választások éjszakája óta, hogy ezúton is gratuláljak az újabb toronymagas, ahogy fogalmaztam az előbb, elsőprő sikerhez. Számított erre az előzmények, a kampány hangvétele és a kampányban felvonultatott, hát sokszor nemtelen módszerek után, hogy a helyi polgárok így fognak dönteni? Ha már a választásokról beszélünk, akkor úgy ildomos, hogy megköszönjem a budaörsi választóknak azt, hogy egyfelől ilyen magas arányban vettek részt a választáson, mert országosan is magas volt a részvétel, amiben nyilván volt egyfajta protest hozzáállás is, de Budaörsen még kimagaslóban 60% fölött mentek el a választópolgárok szavazni, és hát őszintén szólva nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy nem számítottam arra, hogy nyerhetünk. Arra, hogy minden választókörzetben nyerni fogunk, és mindenhol magasabb arányban fognak a jelöltjeink nyerni, abban nem voltam biztos, és abban meg reménykedtem, hogy az 5 évvel ezelőttihez képest jobb eredményt fogunk elérni, mert az mégiscsak egy visszajelzés arról, hogy mi történt itt az elmúlt 5 évben, de természetesen túl azon, hogy köszönetet mondok azért, hogy elmentek a választók választani, még inkább köszönetet kell azért mondjak, hogy hát egyfelől 29 évig már önmagában megtiszteltetés volt dolgozni ezért a városért, együtt az itt élőkkel, hiszen azért ez egy közös munka, nem csak a képviselőtestületé, nem csak a hivatalé, nem csak az itt működő cégeké, hanem ehhez mindenki hozzáteszi a magáét, a magánemberek is. És hát az, hogy ilyen magas arányban szavaztak rám, én azt hiszem, ez igazán megható. Ami a választáskor, ahogy mondta, nemtelen eszközöket illeti, hát ezek nem csak nemtelenek voltak, hanem köztörvényes bűnök voltak, amikkel kapcsolatban nagyon remélem, hogy a Magyar Igazságszolgáltatás majd előbb-utóbb a megfelelő döntéseket meg fogja hozni, de ez nem állt le, tehát ezt azóta is folytatják, rámuszítanak mindenféle trollokat. Én azt hiszem, hogy a budaörsi választók elég világos választ adtak arra, hogy mit gondolnak egyfelől ezekről az eszközökről, másfelől pedig arról, amit a város az elmúlt 29 évben, amilyen pályát betöltött. Szóval én azt gondolom, hogy a választásról ennyit, a többi az majd a helyére kerül idővel, és én nem is nagyon szeretek arról beszélni, ami itt a választás előtti időszakban történt. Ez tényleg mindennek az alja, és én azt gondolom, hogy ellenfeleinket minősíti. Az, hogy a várostól több mint 2 milliárd forintot szolidaritási hozzájárulás címén elvontak, és Budaörs pereskedett is, azt most nemzetközi szinten tart a történet, de tehát ezek szerint nem a helyi vezetés, a helyi önkormányzat ellen fordította vagy hangolta Budaörs polgárait, hanem inkább a kormány ellen, amelyik ezt... Én azt hiszem, hogy fontos, hogy beszéljünk egy pár dologról. Nem tettük szándékosan közzé, mert az a vád ért volna minket, hogy kampányeszközként használjuk azt a közvéleménykutatást, azt az elégedettségi vizsgálatot, tehát minden évben megteszünk. Az annyira pozitív volt, hogy nyilván azt mondták volna, hogy ezzel mi közpénzből akarunk előnyt fabrikálni magunknak, de nagyon világosan kiderül belőle sok minden. Egyfelől az, hogy a budaörsiek nagyon szeretnek itt élni, ez 96%, szeretnek vagy nagyon szeretnek, ez gyakorlatilag az a 4%, az azt jelenti, hogy itt még a velünk politikailag nem feltétlenül azonosan gondolkodók is nagyon szeretik azt, ami ez itt ezen a településen történik. És a pártpolitikai preferenciákon túlmenően is nagyon egyértelműen foglalnak állást, például az iskolák államosításával kapcsolatban, a járási rendszer kialakításával, a különböző szolgáltatások színvonalával, illetve például az iskolai igazgatókkal kapcsolatban történtek. Olyan magas, 90% fölötti egyértelmű elutasítás van a kormányzat ezen döntése ellen, amely ezt a két igazgatót nem nevezte ki újra 5 évre, hogy az elképesztő. Most én a választás után az alakuló ülésen hosszú programbeszédet azért nem lehet mondani, de kell pár fix pontot rögzíteni. Az egyik az volt, hogy azon fogunk dolgozni, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy ez a város a jövőben is
bár ugye az ellenfeleink ezt negatívumként szokták mondani, az itt élők meg pozitívumként élik meg, a szabadság egyfajta kis szigete legyen, ahol ténylegesen érték az autonómia, hogy az intézmények önállóak, hogy a teljesítményt, a minőségi szolgáltatást az a kreatív lehetőség teremti meg, amiben szabadon dolgozhatnak az intézményi dolgozók. Nyilván ez nem jelenti azt, mert ugye azt szokták mondani, hogy ez a parttalan liberalizmus sehova nem vezet, ez nem azt jelenti, hogy nincs kontroll, a kontroll az, hogy milyen eredményeket ér el az adott intézmény. És hogyha ott probléma van, akkor kell beleavatkozni, de nem a napi folyamatokba, ahogy azt sokan gondolják, akik azt hiszik, hogy mindenhez is értenek. Most ez volt az egyik nagyon fix pont, amit rögzítettünk. A másik az, hogy nyilvánvalóan ezen a településen sokféle ember él, nekünk mindegyikük számára olyan lehetőségeket kell teremteni, hogy a jövőben is úgy érezzék, hogy ez a település értük van, legalábbis az önkormányzat. A közlekedési problémákat természetesen kezelni kell, ebben egyébként az elmúlt időszakban már lépéseket is tettünk. Decemberre itt Budaörsre fogjuk összehívni azt az egyeztetést, ahol a főváros néhány kerülete és az agglomeráció érintett településeivel közösen elindulunk a Műszaki Egyetem támogatásával egy olyan úton, aminek az eredménye remélem még ebben az 5 évben az elővárosi közlekedést, mert a fővárosnak ez a problémája, a fővárosi belső közlekedésnek is, meg Budaörsnek is az a problémája, hogy rajtunk keresztül zúdul át az egész elővárosi közlekedés. És végül tényleg arról is beszéltem, hogy mindent el fogunk követni azért, hogy a törvénytelenül elvont pénz, és akkor most érkezem a kérdéshez, elvont pénzeket, amik egyfajta Lex Budaörs címen futnak, azokat visszaszerezzük. Az kétségtelen, hogy már Strasbourghoz a beadványt megfogalmaztuk, de hát valami egészen, de annyira magyar ez a történet megint. 2 nappal ezelőtt 6:30 szól a telefonom, és az egyik országos televízió kérdezi, hogy láttam-e az Alkotmánybíróság határozatát. Mondtam, hogy nem tudom, miről van szó. Azt is akkor elmondta, hogy az Alkotmánybíróság honlapján, bár ez nagyon vicces, mert itt van előttem, úgy szól ez, hogy az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett nem hivatalos szövege, szóval ez még egyfajta ideiglenes, mint ahogy a Karintinnál magyarázom a bizonyítványt, ez még csak olyan a féle ideiglenes alkotmánybírósági döntés, ezt majd még hitelesíteni kell. De hát ami ebben van, az elképesztő. Ez mindent elmond a magyar jogállamiságról. De legalább eljutottunk oda, hogy az Alkotmánybíróságot is megjárta, tehát Strasbourg majd nem tud azzal esetleg érvelni, hogy merítsük ki az összes haza. Igen, ám csak ugye korábban még az sem volt biztos, hogy az Alkotmánybíróság befogadja-e a beadványunkat. Semmilyen reakció nem volt a jóval több mint egy évvel ezelőtt beadott beadványunkra. Tehát, hogy egyáltalán tárgysorozatba vették, vagy fogják-e tárgyalni, iktatták-e, vagy bár... Meghányták, vetették. Igen, na most ehhez képest hát azért én szerintem az már nem egy jogállami kötelezettség, bár ott egészen biztos, hogy az, hogyha egy települési önkormányzatot ilyen súlyosan érintő kérdésről tárgyal az Alkotmánybíróság, vagy azzal kapcsolatban ítéletet hirdet, hogy arról tájékoztassa az érintettet. Hát hol élünk már, hogy nekem egy médiumon, egy TV csatornának a szerkesztőjén keresztül kell azt megtudnom, hogy aznap ez a döntés megszületett és fölkerült a honlapjukra. De hát a tartalma az még inkább elképesztő. De tényleg érdemes idézni belőle, visszautasították azt, hogy döntsenek. Tehát nem döntöttek érdemben arról, hogy ez a évi több mint 2 milliárd, ugye kedves nézőknek szerintem érdemes elmondani, az elmúlt 3 évben úgynevezett szolidaritási hozzájárulás címén, amit egy költségvetésbe a tárgyalás előtti éjszaka, a bizottság tárgyalás előtti éjszaka csempésztek bele, tehát nem volt módja sem a képviselőknek, hogy tájékozódjanak. A leghelyesebb az volt, amikor a fideszes országgyűlési képviselőit hebegett, habogott a jobbikos képviselő kérdésére. Hát ő nem is tudta, nem is látott hatástanulmányt, nem is tudták tartalmilag. Ez mindent elmondott arról, hogy milyen színvonalú a törvényalkotás. De a lényeg az, hogy 6,5 milliárd forintot vontak el ezen a jogcímen Budaörstől úgy, hogy az alaptörvény, és az önkormányzati törvény az önkormányzati tulajdont védeni rendeli el, nevezetesen, hogy arról csak és kizárólag az önkormányzatok dönthetnek, és egy feles törvénnyel a 2/3-ost egy tolvonással áthúzták, ami a
legabszurdabb történet, az Alkotmánybíróságnak függetlenül a mi beadványunktól ilyen piros lámpával kellett volna villogni, hogy ácsi, 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 a legalapvetőbb alkotmányos jog, nem véletlenül hívják a kétharmadosokat sarkalatos törvénynek. Ugye az alkotmány nélküli alkotmánybíróság az alaptörvénnyel való megegyezést vizsgálja, de mellesleg az önkormányzati törvény is kétharmados. Tehát nem lehetett volna ilyet tenni. Na most a leghelyesebb az az, hogy ők hivatkoznak egy passzusra, nevezetesen ez a passzus azt mondja, hogy az alaptörvény 37-es cikk 4-es bekezdése azt mondja, hogy mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság csak különleges esetekben, hogyha az emberi élethez való jogot, a méltóságot, vagy egyebet, vagy nemzeti hovatartozást érinti, akkor vizsgálhat egy törvényt. És elfelejtik, hogy azért van egy utolsó mondata is ennek a passzusnak, de be is idézik. Tehát, hogy saját magukkal rögtön ellentmondásba kerülnek, azt mondja, hogy e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek. Na most eddig, amit elmondtam, az pontosan ezt jelentette. Egy, kétharmados szabályt nem lehet felessel fölülírni, kettő, a törvényalkotás rendjének súlyos megsértése is ide tartozik, három, a hatástanulmányok hiánya. Szóval egészen elképesztő, én egész biztos vagyok abban, hogy egyszer, ha megéljük, hogy jogállam lesz újra Magyarország, vagy lesz még magyar köztársaság, akkor ezt a állam és jogtudományi karom, mint állatorvosi lovat és mint negatív példát tanítani fogják, mert azért ezt a folyamatot is, bár szerintem most már ezt nagyon unják a nézők, de mégis nagyon érdemes végig gondolni. Első fokon a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján teljesen világosan és egyértelműen helyt adott a beadványunknak. Megítélte a kártérítést. Másodfokon jött az a állítás, hogy kedves önkormányzat, ilyen kérdésben csak az Alkotmánybíróságnak van joga dönteni, akihez egyébként mi nem biztos, hogy fordulhatunk, és ő mondhatja ki azt, hogy ez az eljárás, illetve ez a szabályozás ellentétese bármivel, látható, hogy az. Majd jön a kúria, felülvizsgálati kérelem, helyben hagyja ezt a másodfokú állítást, vagyis csak az Alkotmánybíróság mondhat ki valamit, majd az Alkotmánybíróság nem tárgyalja meg, visszautasítja, hivatkozva egy olyan helyre, ami egyébként előírná neki azt, hogy meg kellene tárgyalni, és döntenie kellene, de ha végig menne rajta, akkor nem tudna más tenni, mint igazat adni nekünk, és ez ugye a NER, a Fidesz által delegált összes alkotmánybíró fejében nem fér bele. Ez nagyon nem lepődött meg, polgármester úr, ismerve a hazai demokratikus intézmények átstruktúrálása utáni helyzetet. Természetesen nagyon nem lepődtem meg, de mégis az ember ilyenkor elkeseredik, mert azért arra gondolok ilyenkor, hogy ezek az alkotmánybírók is emberek, és nem tart semmi sem örökké. Hazamegy este, belenéz a tükörbe, nem tudom, mit gondol, és majd amikor egyszer tényleg megkérdezi tőlük valaki, hogy képzeltétek ti azt, hogy az eskütöknek és a jogszabályoknak hátat fordítva kiszolgáltok egy rezsimet úgy, hogy semmibe veszitek még az ő általuk előírt jogszabályokat is, erre nagyon nehéz lesz tisztességes választ adni. Hazai további jogorvoslatnak már nincsen helye? Ez egy érdekes kérdés, mert most azzal, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy neki nincs ebben a kérdésben joga dönteni, ezzel mondjuk a másodfokú bírósági döntést és a kúria döntését negligálta, magyarul áthúzta. Nincs kizárva, hogy lehetne kezdeményezni egy újabb elsőfokú eljárást. De hol? Magyarországon? Ebben a jogrendszerben? Az a bíró, aki a mi ügyünket első fokon tárgyalta, most éppen fegyelmi eljárás alatt áll, mert egy bizonyos kérdésben az unió álláspontját, pontosabban a Strasbourg álláspontját kérte, és hát ez nem nagyon tetszett a NER által vezetett bírói társulatnak, bár most onnan Handó Tündét fölbuktatták alkotmánybírónak, ugye amikor a bírói kar föllázadt ellene, mert olyan módszereket alkalmazott, ami elfogadhatatlan, most már alkalmassá vált alkotmánybírónak. Egy kérdést még a budaörsiek számára kérem, hogy válaszolj meg. Polgármester úr, mit lehet tudni strasbourgi beadvány kapcsán? Milyen gyorsan őrölnek ennek a bíróságnak a malmai? Hogyan hathat ez Budapest részén? Azért tudunk más esetekről, ahol strasbourgi, vagy brüsszeli, vagy hágai döntés semmibe véve, itthon nem történik semmi. Ugye az a helyzet, hát igen,
ugye itt van mindjárt például az a mi idős otthonunkat működtető egyház, az Iványi Gábor féle egyház, ahol Strasbourgban megnyerték a pert, és a magyar kormány nem hajtja végre. Tényleg gyalázat. Tehát egészen egyszerűen az ember azt mondja, hogy mire lehet számítani. Na jó, de hát azok után, hogy az egész város megbénult, mert a világ egyik legelszomorítóbb rezsimét működtető török elnök nálunk járt, aki egyébként most népirtást hajt végre, és olyan háborús bűncselekményeket követel, és mi a keblünkre öleljük, hát azok után én tényleg nem csodálkozom azon, amit történik. De hogy a kérdésre válaszoljak, hogy milyen kilátásaink vannak időhorizont tekintetében, hát azt tudni kell, hogy Strasbourgnak nagyon elege van abból, hogy gyakorlatilag Magyarországon szinte csak minimális esetekben lehet tisztességes eljárás keretében megnyugtató döntésig eljutni. Ezért annyi beadvány van ott Magyarországról, hogy egy csomót megpróbálnak visszaküldeni, és ezért is volt fontos, hogy most már van alkotmánybíróság, nem lehet azt mondani, hogy nem merítettünk mindent ki, de nem tudom megjósolni, hogy a tekintetben milyen eljárásra számíthatunk. Azt viszont tudni kell, hogy minden évben készül egy országjelentés. Az országjelentést az EU-nak egy monitoring bizottsága készíti, jártak Budaörsön is az idei országjelentést készítők, francia, belga, olasz, talán ennyi, országkezett szakemberek, többek között a Siena-i Egyetemnek az egyik professzora, alkotmányjogász, aki korábban az olasz alkotmánybíróságnak is szaktanácsadója volt, azt mondták, hogy elképesztő ők. Azt nem hiszik, hogy létezik Európában még egy olyan település, amely állami forrásból egyetlen forint támogatást sem kap. Mondtam, hogy a helyzet ennél rosszabb, nem csak, hogy nem kapunk, hanem törvénytelenül a saját bevételeinkből elvonnak. És akkor így kerek szemekkel néztek. Nos, hogy ez hogy fog visszaköszönni az országjelentésben? Hogy ennek lesz-e bármilyen konzekvenciája? Erre megint nem tudom, hogy mit mondjak. Nem szabad abban a hitben ringatnunk magunkat, hogy a magyar jogállamiságot bárki kívülről helyre fogja tudni állítani. Ez a magyar állampolgárok kötelezettsége. Az, hogy milyen vezetői vannak egy országnak, az alapvetően azért a választókon múlik. A választókról majd még egy mondatot kérem, hogy váltsunk, de az Alkotmánybíróság egy másik kérdésben is Budaörs ellenében döntött. Ugye arról volt szó, hogy az önök beadványa szerint sérült. Milyen szinten korlátozható az önkormányzati tulajdon, ugye, hogy az iskoláknak az épülete, erről a tulajdon joga, az korlátozható olyan mértékben, hogy igen, ugye tulajdonképpen ez egy beadvány volt a részünkről, és ez egy ilyen járulékos része volt, hogy ha már a egyértelmű jogsértésre okot adó kérdésben kérjük, hogy az Alkotmánybíróság foglaljon állást, akkor mondja már el azt is, hogy mit gondol arról, hogyha van egy település, amelyik saját maga épít új iskolákat, amelyeket olyan szinten rendez be, alakít ki, hogy az szolgáljon közösségi célokat is, és ebben gyakorlatilag az összes, a teljes tulajdonosi jogait elvonják, hogy ez összhangban van-e a tulajdonhoz való joggal. Most itt azt állapította meg az Alkotmánybíróság nagy meglepetésünkre, mondom kellő cinizmussal és idézőjelben, hogy ez csak egy ideiglenes korlátozás, csak addig tart, ameddig az állam a fenntartója, a működtetője az iskoláknak, és ezért az aztán nem aránytalan. Jó, hát ez megint a no comment esete, de ez érdekel kevésbé, mert őszintén szólva a gyakorlat a tankerületi igazgatóval, vagy az intézményi igazgatókkal megegyezve, hogy megelőztük egy huszárvágással, hogy megpróbáltuk leválasztani azokat az ingatlan részeket az oktatási intézményekről, amik jelentős mértékben szolgálnak közösségi célokat is, és meg tudtunk állapodni abban, hogy hogyan lehet használni, ebben mi csináltunk egy olyan szerződést a legelején, amit először nem nagyon akartak aláírni, de aztán mégis aláírták, ami garantálta azt, hogy azért a saját tulajdonunkban mégis néha bemehessünk. Ha választásra még egy gondolat erejéig szeretném, hogyha visszatérnénk. Ugye azzal fejezte be polgármester úr az előző, ezelőtti, egy korábbi gondolatsort, hogy a választóknak kell kiharcolniuk a változtatást. Na most október 13-án nagyon sok településen, például a szomszédos fővárosban is
igen nagy arányban ellenzéki siker született a fővárosban egyértelmű, de megyei-jogú városokban, közép-nagyságú városokban jelentős előretörést hajtott végre az ellenzéki összefogás. Ha jól tudom, 3-3,5 millió állampolgárnak ellenzéki vezetésű polgármester, illetve képviselőtestülete lesz a jövőben. Meglepte polgármester urat ez a változás, és hogyan hathat ez Budaörs külkapcsolataira? Jelesül gondolok például Új-Budára, ahol László Imre személyében esetleg összetétele és egy elsöprő ellenzéki többséget mutat. Ez például közlekedési, infrastruktúrális együttműködés szempontjából jelenthette valami plusz? Hát ha már László Imrénél tartunk, akkor ott is említsük meg, hogy milyen aljas módszert próbáltak az utolsó hétben bedobni ellene. Egy a NER-hez közel álló televízió, a nevét ki sem mondom, mert tényleg az embernek a gyomra forog az egész eljárástól, hogy keresnek egy arctalan, névtelen embert, aki belehazudik a kamerába, és ezzel megpróbálják bemocskolni azt a köztiszteletben álló, korábban kórházi intézményt, nagyon magas színvonalon vezető embert, aki az ellenzék részéről ott elindul. Hát ez körülbelül, hogy is mondjam, összhangba hozható mindazzal, amit Budaörsön Fidesz-KDNP érdekében műveltek. De László Imrének például az egyik rendezvényén jelen voltam, meghívtak vendégként, pontosan azért, mert ugye közvetlen kapcsolat van a két település között, és én nagyon örültem annak, amiket ő elmondott ott, nagy problémának mondta ő is el azt, hogy a város határában mindenféle intézményi infrastruktúra nélkül egy olyan hatalmas lakóparkot építettek, aminek súlyos következményei lehetnek Budaörsre nézve is, és egyébként a 11. kerületre nézve is. Pontosan jól látta, ahogy mi is már évek óta mondjuk, hogy a közlekedési problémáknak a megoldása csak és kizárólag az lehet, hogy kötött pályás elővárosi közlekedés lehet. Ő még a 4-es metró meghosszabbításáról beszélt. Én azt mondom, hogy ma már meghaladja az idő az intermodális csomópontoknak a létrehozását. Miről van szó? Egy területen egy nagy parkolót létrehozni, és akkor onnan menni kötött pályán. Most ha ezt megcsinálnák a Virágpiacon, akkor az elővárosról idáig zúduló járműek ugyanúgy átmennének rajtunk, és egy nagy kérdés, hogy ha már nem állnak meg az Eteletérnél, miért állnának itt meg? Az igazi megoldás az az, amit Nyugat-Európában, vagy a Európa boldogabbik részén nagyon sok nagyváros elővárosában megtesznek, hogy az egészen tág agglomerációból 20 percenként, vagy 10, tehát hogy nyilván ez a igényhez igazítandó, de mondjuk a 20 percenként az az általános, kiszámítható menetrenddel járó, kötött pályás tömegközlekedésre ráhordó helyi buszhálózat. Mi megcsináltuk ezt már, hogy ingyenes. Éppen a választási időszak vége fele egy francia városnak az eredményeit láttam. Az egy jóval nagyobb város, és az egész településen belül, tehát ott nem ingázásról van szó, hanem településen belüli ingázásról, ingyenessé tették ugyanúgy, mint mi a belső közlekedést. És az derült ki 2-3 év után, hogy jelentős mértékben csökkent a gépjárművek száma, mert hogy eladták a második vagy harmadik autót, mert ugye egy viszonylag jó módú településről beszélünk, mert minek tartsanak föl akkor, hogyha. Most ugye ennek a környezetvédelmi vonatkozásait és az egyéb részeit, közlekedés, zsúfoltságot, stb. Nézzük, az is egy nagy válasz, de alapvetően is arra az álláspontra, amiben remélem, hogy alátámasztják ezt a szakemberek, majd kiderül, de miután azért ez az én szakmámhoz viszonylag közel van, elég magabiztosan merem azt mondani, hogy az igazi megoldás és a környezetvédelmi, közlekedés, kultúra, forgalom minden szempontjából az, hogyha a legtávolabbi agglomerációs településről is, mondjuk ez esetben Bicske, tehát hogy ne a kisvasutat hosszabbítsák meg Bicskéig, hanem Bicskétől Budapestig járjon egy elővárosi kötött pályás jármű, amire ráhordanak a települések, és így nem lesz a bevezető úton sem jelentősebb forgalom, vagy jelentősen vissza fog esni az a forgalom, az autópályát nem kell díjfizetőssé tenni azokon a szakaszokon, ahol városon keresztül megy át, és innentől kezdve egy jelentős része kulturáltabbá és kezelhetőbbé válik. Tehát ebben próbálunk kezdeményezők lenni. Visszatérve az alapkérdésre, mit szól polgármester úr a fővárosi átalakulás, illetve az ellenzék előretöréséhez? Igen, elmentem itt a közlekedés irányába. Ami egyébként
nem olyan stabil, tehát eléggé törékeny, mert már most látszanak repedések. Ezért próbáltam udvariasan megkerülni a kérdést, mert én azért aggódom. Nem vagyok nyugodt a tekintetben, hogy kellő mérséklet van-e mindenkiben, de minden esetre azért nagyon fontos üzenet kellene, hogy legyen a különböző ellenzéki pártok számára, ami most október 13-án történt. Meglepett. Tehát az alapkérdés, hogy mit szólok hozzá, meglepett. Abban nem voltam biztos, hogy kellően átmegy-e a választók felé, hogy itt tényleg most történt egy összefogás, és igazából azt se éreztem, hogy ez mennyire erős, és amit most látok, hogy itt az osztozkodás kapcsán kiknek milyen igényeik vannak, ez bizony gyengítheti, és hajthatja a NER a jelenlegi kurzus malmára a vizet, hogyha ebben nem térnek időben észhez, vagy észre a résztvevők. Szóval ezzel együtt, ami a kérdés lényegét illeti, nekem volt egy olyan érzésem, hogy például a 11. kerületben változás lehet, és Karácsony Gergő esélyét én komolyan az utolsó két hétben már komolyan láttam. A közvélemény kutatási adatokból egészen egyszerűen világosan látszott, hogy egy dinamikája van a változásnak. Ugye Tarlós István, akivel egyébként normálisan tudtam együttműködni, úgyhogy azt ne várja tőlem szerkesztőről, hogy én most róla rosszakat vagy bármit is mondjak. A fővárossal való együttműködésük ettől függetlenül jó volt. Egyébként ezért is volt hazug az a fideszes kampány, hogy csak akkor lehet jól együttműködni, hogyha azonos pártállású emberek vannak és szavazzanak a kormánypárt. Ez az egypártrendszer, ez a szocializmus vagy a kommunizmusnak az ideológiája. Én azt gondolom, hogy normális demokráciában az ügyek mentén mindenkinek együtt kell működni, függetlenül attól, hogy mit gondolnak a nagy politikáról, az nem fogja befolyásolni például azt, hogy a közlekedésben milyen racionalitások vannak. De az látszott, hogy Tarlós Istvánt visszafogták, vagy ő maga is visszafogott lett egy kicsit, aztán a végén próbált ráerősíteni, azok meg nem voltak sikeresek. Megafonra gondolt. Hát igen, az a megafonos akció az nem volt túl jó, de hogyha belegondolunk abba, hogy ha egy közvéleménykutató azt mutatja ki, már pedig a medián az számomra egy hiteles, mert ugye a legédesebb dolog az, hogy ugye a kormányhoz közeli közvéleménykutatók saját magukat is és a megrendelőiket is becsapták és kényelmesen ültek a székükben, mert magas kormánypárti fölényeket mutattak ki. Azt hitték, hogy a megrendelő akkor örül, hogyha nem a valóságot, hanem azt látja, amit szeretnének, hogy úgy legyen, de ettől még a valóság nem fog igazodni a közvéleménykutatási adatokhoz. Az AVESZ féle közvéleménykutató elég világosan mutatta azt, hogy gyakorlatilag fej-fej mellett haladnak. Na most akkor, amikor egy nagyon erős központi hatalom van, akkor mindig az ellenzéket mérik alul. És ebből én arra következtettem, hogy Karácsony Gergely már valószínűleg vezet. Az, hogy ilyen arányban vezet, az meglepett, és az, hogy ennyi budai kerület esett el, például harmadik kerület is elesett, első. Az is meglepett, és hogy hány kerület esett el már a NER szempontjából, meg hány olyan település, vagy például Hódmezővásárhely is, ahol ugye azért lehetett aggódni, hogy vajon ez megtartható-e a nagypolitikában való szerepvállalása miatt Márki-Zay Péternek. Ez egy kérdés volt. Szóval azért az meglepett, hogy most ennyi településen történt változás, és hát kétségtelen, abban teljesen egyetértünk, hogy ezzel hogyan fog élni az ellenzék, az egy nagy kérdés. Nekünk itt Budaörsön azért az az előnyünk, hogy itt mi már régen az Egyesületen belül nem pártpolitizálunk, nincsenek politikai megrendelések, függetlenek vagyunk mindentől, úgyhogy minket hagyjanak békén a pártok. Az egy másik kérdés, hogy az mennyire normális egy több pártrendszerű, demokratikus és piacgazdaságon alapuló társadalomban, hogy ennek így kell lennie. Egyszer nyilván változni fog, de azért ez település nagyságtól is függ. Szerintem a budaörsi település meg egy olyan szint, ahol a személyes ismerettség az erősebb, és ott ez a forma azért nagyon megfelel az itt élőknek az elvárásainak is. Egyetlen egy gondolat még a választások eredménye kapcsán. Budaörsnek ez abból a szempontból is jól jöhet talán, már hogy ugye Pécset, Szombathelyet, Egert lehetne még említeni, nagyvárosokat is. Szabad települések hálózata? Akár arra is gondolhatunk. Én most arra gondoltam, hogy sokakban fölmerült az, hogy a kormány büntetheti azokat a településeket, ahol ellenzéki siker születik. Na most 3,5 millió embert nem lehet büntetni. Tehát elképzelhető, hogy ebből Budaörs is profitálhat úgy, hogy,
hogy nem nehezítik meg az itt élő emberek, az itt politizáló demokratikus erők. A naivat mondjam, vagy a reálisat. Ha ez egy normális ország lenne, ahol a demokrácia és a jogállam megfelelően működik, akkor természetesen azt kellene mondanom, hogy minden épelméjű hatalomnak az érdeke az, hogyha eredményeket akar felmutatni, az eredmények helyben születnek. Tehát a városokban élnek az emberek, és nem a kormányban. És nem is az önkormányzatban, de az önkormányzatok vannak legközelebb a választópolgárokhoz. Ezek településeket jelentenek, ezek helyben élő emberek érdekeit, érdekcsoportjait, életkörülményeit jelentik. Tehát, hogyha nagyon sok települést büntetnek, akkor azok az emberek előbb-utóbb azt fogják érezni, hogy nem értük van az a hatalom, hanem valami ócska politikai játszmáért. Ez ma sajnos elég közel van a valósághoz, de az egy reális feltételezés, és azért most például Karácsony Gergely és Orbán Viktor találkozójánál némileg békülékenyebb hangnemet láthattunk, bár a sajtótájékoztató után én a békülékenységet és az együttműködésnek a alapvető szándékát sokkal inkább érzékeltem a főpolgármester úr felől, de mégis az egy gesztus volt a miniszterelnöktől, hogy elfogadta az egyeztetésre irányuló szándékot, meghívta a kormányülésre. Tehát, ha úgy tetszik, ő most kezet nyújtott. Most, hogy itt a jó rendőr, rossz rendőr effektust fogjuk-e majd látni, az majd elválik. Ha a saját jól felfogott érdekük szerint járnak el, akkor én szerintem nekik érdemes lenne konszolidálni, érdemes lenne az önkormányzatok felé gesztusokat tenni, de hogy így lesz, ezt nem tudom. Kanyarodjunk vissza Budaörsre. Urbakt város lett a település. Mit jelent ez pontosan, hogy nézők is értsék? Ugye mi nagyon sok olyan kezdeményezésben, amit az Unió települései, az Unió különböző szervei kezdeményeznek, részt veszünk. Emlékszem nagyon jól, amikor még tanultam azt, hogy egyáltalán mit jelent, hogy önkormányzatiság. Az első dolog volt, amit nagyon határozottan egyfelől megértettem, és mint alapelvet rögzítettem magamban is, de erről sokszor kommunikáltam is, az, hogy ugye tulajdonképpen egy társadalomnak három szegmense van. Van az államhatalmi rész, az helyben az önkormányzat, vannak a civil szervezetek, és van a gazdaság, a piaci szereplők. Nagyon fontos, hogy ezek a szereplők jól tudjanak együttműködni, de nagyon fontos, hogy világosan legyen elválasztva a feladatuk, és akkor ugye a korrupciót, ha megemlítem, akkor érthető lesz, hogy milyen problémák keletkezhetnek abból, hogyha az átfedések egy bizonyos szintet meghaladnak. De az egészen biztos, hogy a helyi közösségek működése szempontjából ez az együttműködés nagyon fontos. Nevezetesen, hogy a helyi gazdasági szereplők érezzék sajátjuknak a települést. Hogy ne a településsel szemben, hanem a település mellett működjenek. Ugye az ő működésükből származik adóbevétel, ez egy tiszta sor, hogy a város sok településeknek a működését elősegítik, de vannak olyan közösségi célok, sportrendezvények, vagy sportegyesületek, vagy éppen szakosztályok, amiknek a támogatásával integrálódni tudnak a település működésében, mint ahogy igaz ez a civil szervezetekre, és hiszen olyan feladatokat látnak el, amit egyébként mondjuk egy önkormányzat, vagy más szervezet, vagy intézményhálózat nem feltétlenül tud ellátni. Ennek a programnak a lényege az, hogy ebben nagyon sok európai ország vesz részt, legutóbb egyébként Milánóban volt egy rendezvény, nem én voltam ott, ez választási időszakban volt, de amúgy is én azt gondolom, hogy a szakembereknek kell ezen részt venni, nekünk vannak olyan munkatársaink, akik az uniós és az egyéb ilyen ügyekben nagyon hatékonyan dolgoznak, és a lényege az, hogy különböző módszereket, programokat próbálnak kidolgozni, erre most a finanszírozás azt célozza, hogy ezeket a módszereket kidolgozzák, és utána majd a következő lépésben ennek a megvalósulása is, hogy lehet még jobban ösztönözni, még jobban bevonni, hogy tud úgy működni, tehát hogy tud európai módon működni egy település, ahol egyébként ezek a különböző szereplők egymás mellett ott vannak, de nem feltétlenül működnek olyan módon együtt, ami egyébként mindegyikük számára hasznos lenne. Azt gondolom, hogy európai módon működésnek egy fontos szegmense az, hogy energiatudatosan működik egy település. Úgy tűnik, hogy Budaörs az így működik, legalábbis a díjból, amit kapott a város önkormányzata, ez tűnik ki. És ugye milyen meglepő, hiszen a köztársasági elnök az egyik védnöke ennek a programnak, és állami NER
ha úgy tetszik, egy NERV szervezet volt az, amelyiktől ezt a díjat kaptuk, hogy energiatudatos önkormányzat lett Budaörs. Itt is egyébként el kell mondani azt, hogy a polgármesterek tanácsa, ami megint csak egy európai szervezethez elsők között csatlakoztunk, nem túl sok magyar település csatlakozott ehhez, ami azt célozza meg, hogy a széndioxid kibocsátás, az emissziót csökkentsük. Hát ugye mostanában azért elég képzavaros lesz, de örökzöld témává kezd válni az, hogy hogyan őrizzük meg a zöld jellegét a Földnek annak érdekében, hogy az unokáinknak is maradjon belőle valami. Szóval mi már annak a célkitűzésnek, hogy 2025-re, illetve 2050-re milyen legyen a kibocsátás, nagyon sok lépést tettünk, de ez a program, ez arról szól, hogy több intézményben bevezettük azt, hogy hogyan lehet úgy az energiafelhasználást korlátozni, hogy ez tényleg csak azokat a szükségleteket biztosítsa, tehát például a garázsban, ha valaki lemegy, akkor csak ott gyullad föl a lámpa, ahol éppen valaki mozog, tehát hogy ő azért ne botorkáljon, de nem kell az egésznek fényárban úsznia. És nagyon sok ilyen apróság, amire nem gondolunk közrejátszhat, de nyilván az is, hogy napelemeket helyeztünk el az intézményeinken. Szóval tulajdonképpen, hogyha egyszerűen akarnánk elmondani, a legolcsóbb energia az, amit meg sem termelünk, és amit el sem használunk. És hogyha megnézzük azt, hogy ez a virtuális erőmű, hogyha minden település ezt komolyan venni és így járna el, a legnagyobb energiaszolgáltató lenne, ideértve bármelyiket is, az egy eléggé meglepő dolog. És hát ezt mi komolyan vesszük, ezért teszünk lépéseket, és ezt díjazták ebben a energiatudatos díjban. Mindezen sikerek ellenére mi magyarázza az, hogy visszacsúszott Budaörs, most már csak a harmadik leggazdagabb magyar település? Azért ne hullajtsunk nagy könycseppeket. Ugye ez nem a településnek a fejlettségére utaló adat, és nem a település anyagi helyzetére utaló adat, hanem a településen élő állampolgárok vásárló erejére utaló adat. Tehát ugye a média szeret hangzatos címeket mondani, de én azért azt gondolom, hogy az sem probléma, és az is nagyon jó, és az is visszatükrözi azt, hogy milyen település Budaörs, hogy azért itt is mindig az élmezőnyben végzünk. Azaz a településen élő emberek anyagi helyzete, az azért itt az európai mértékhez is mérhető. Sajnos az országos átlag most körülbelül az európai átlag 50%-ához közelít, vagy most érte éppen el, Budaörs ezt jelentősen meghaladja, és ezek a települések, amelyek szintén ebben a körben vannak, meghaladják. Amit én látok, hogy mi ennek az oka, az az, ami egy természetes jelenség. Nevezetesen Rousseau-i Vissza a természetben, a Retour à la Nature című történet, hogy nagyon sokan, akik nagyon jómódúak lettek, azok elkezdenek nagyon kis és viszont nagyon nyugodt településekre költözni. És itt az átrendeződésnek azt hiszem, hogy ez lehet alapvetően az oka, meg nyilván az is számít, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a település. Nem fogunk ebben jelentősen lecsúszni, még akkor sem, hogyha mi vagyunk az egyik legközelebb lévő település a fővároshoz, és az sem véletlen egyébként, hogy a Pest megyei települések közül azért az agglomeráció, viszonylag szűkebb agglomerációból kerülnek ki azok a települések, amelyek viszonylag, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladva rendelkeznek vásárlóerővel. Tehát én azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy az az urbanizáció, ami az elmúlt három évtizedben megfigyelhető volt, nevezetesen ugye a fővárosból érthető, hogy nagyon sokan menekültek ki a városból, és elindult egy ilyen kitelepülés a zöldebb, kertvárosiasabb környezetet biztosító településekre. De ez azt jelentette, hogy elkezdtek azok a települések viszont feldúzzadni, és ugye ezen belül mindig lesznek átrendeződések. Mi azért most megpróbálunk a szabályozási tervben még erősebb gátat szabni annak, hogy mi hogyan építhető be, de itt rögtön hozzáteszem, erről is beszéltem az alakuló ülésen. A választási kampány időszakában senki által észre nem vett döntéssel eljutottunk oda, hogy ha valaki bármilyen építkezésbe kezd, már csak az e-naplót sem, tehát semmilyen jellegű adminisztratív kötelezettsége nincsen. Ez meggyőződésem szerint ez akkora káoszhoz fog vezetni, amit nagyon nehéz lesz kezelni. Már az építészkamara, ők is két héttel később ébredtek, hogy Atya Isten, mi történt itt. Mindenféle
szigorú megfogalmazást tett közzé, de hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Mi mindenképpen a szabályozásban megpróbáljuk azért azt rögzíteni, hogy ez a kertvárosi jellege most már ne változhasson nagyon a településnek, mert tényleg nagyon népszerű lett a település, nagyon sokat nyújt, nagyon szeretnek itt élni az emberek, de hogyha még nő a lakosság szám, akkor egyre inkább az fogja elérni, hogy azért ebből lesznek feszültségek. Két pályázat is van az önkormányzat előtt a buszvégállomáson. Hát igen, ezt viszonylag gyorsan el tudjuk intézni. Rövidesen elkészül a buszvégállomás fedett parkolókkal, nagyon kulturált környezetben, és azt gondoltuk, hogy azért legyen itt is valami olyan lehetőség, ami az igényekhez igazodik. Reméljük, hogy a piacgazdaság erre lehetőséget ad. Pályázat útján két bérleményt értékesítünk, hamarosan lejár ennek a pályázat benyújtási határideje, és reméljük, hogy olyan szolgáltatók fognak itt jelentkezni, akik az ottani utasforgalom számára is megfelelő lehetőséget biztosítanak majd. Évek óta beszélünk róla, hogy a Primanima egyre jobban növekszik, terjeszkedik, egyre gazdagabb a kínálat, a programkínálat, a résztvevők száma. Nem félő, hogy kinövi a várost ez a rendezvény? Hogy lehet ezt orvosolni, hogy azért Budaörsön maradjon, most ugye 8. alkalommal? Igen, hát ezt végig kell gondolni, mit kell és mit tudunk tenni. Én azt is látom, hogy egyfelől hogy a költségvetési keret, amit a város tud biztosítani, azért az is kezd szűk lenni, de hát a lehetőségeinket meg nem lehet. Ugyanaz a helyzet, mint a sportnál, hihetetlen eredményeket érnek el, de egyre több pénz kell hozzá. Kultúrában is nagyon fontos, hogy minél több, minél szélesebb legyen a kínálat, a színházunk is fantasztikus eredményeket, díjakat kap, ér el. Szóval, hogy de ez mindig generál aztán kiadási, költségvetési oldalon is problémákat. És hát és azt is láttam, hogy a szervezők is nagyon-nagyon leterheltekké váltak, hogy úgy fogalmazzak, szóval a végén iszonyúan kimerülteknek tűntek, még akkor is, hogyha nagyon sok segítőjük volt, akik tényleg, hát nem tudom, hogy ez a szóban még éle, hogy társadalmi munkában, de hát minden esetre ellenszolgáltatás nélkül végezték ezt a tevékenységet, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egy hétre gyakorlatilag az animáció fővárosává válik Budaörs. Nagyon sok helyről, a világ nagyon sok részéről, számomra is meglepő, a legmesszibb tájakról is érkeznek pályaművek, és hát hozzá kell azt is tenni, hogy ez a magyar résztvevők számára sem csak azt jelenti, hogy magyar állampolgárokról, mert határon túlról is nagyon sokan érkeznek, sőt egy időben több helyen is történik vetítés. Nem is értem egyébként, hogy a magát jobb oldalnak nevező, és általában a határon túliakért lehet, hogy csak verbálisan aggódó, de tartalmilag nem túl sokat tevő képviselők miért támadták ezt az animációt, vagy éppen a Babteret, amelyik egy hátországa, hogy ez a budaörsi animációs bázis ennek a rendezvénynek. Minden tiszteletem a szervezőkét, tényleg egy olyan zseniális rendezvényről van szó, itt az első filmes fesztiválról beszélünk, ahol a gyermekprogramoktól kezdve koncerteken keresztül egy héten át tényleg olyan kulturális kínálat kerül az itt élők elé, amit korábban még elgondolni sem mertünk. Mennyire merültek ki a budaörsi tanoda munkatársai, mert hogy újabb díjat nyertek, és a díjakat termel folyamatosan ez egy intézmény, akkor ott azért komoly munka feltételezhető a háttérben. Sokszor beszéltem arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy Budaörsön nagyon sok pozitív kezdeményezés születik, és ezek nagyon jó eredményt érnek el, és tényleg azt gondolom, hogy ehhez nekünk semmi közünk, de mégiscsak igaz lehet az, hogy ahol szabad a légkör, ahol tere lehet annak, hogy kezdeményezések legyenek, ott születnek ilyen eredmények. És a tanóda az tényleg a maga a csoda. Szóval az, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatból kinő egy olyan kezdeményezés, aminek a célja az, hogy egyfelől a diszkriminációval szemben próbáljon segítséget nyújtani. Másfelől a nehezebb helyzetben lévő, szociálisan nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek felzárkóztatást biztosítani. És ez szép lassan úgy alakul ki, hogy itt cigány és nem cigány gyerekek együtt tanulnak, barátságok jönnek létre, megértés és tolerancia alakul ki közöttük. Megszűnik Budaörsön az osztályismétlés. Ez a tanoda sikere, hogy Budaörsön nincs évismétlés. A gyerekeknek, akiknek rosszabb lesz a bizonyítványok, azok a tanodában olyan segítséget kapnak, hogy utána tudják folytatni a következő évben a tanulmányaikat. Már beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy civil szervezetek, cégek és a
közhatalmat gyakorlók együtt tudjanak működni, ezt nem tudná az önkormányzat megvalósítani, ehhez ilyen elkötelezett emberek kellenek. Most ez a díjat, amit az UNICEF-től kaptak, ha jól emlékszem, ott is százas nagyságrendben, talán 400 pályázó volt, és öten kaptak ilyen kiemelt díjat. Pontosan azzal érték el, hogy a kultúrával hogyan lehet lebontani falakat, hogyan lehet a megértést, a toleranciát erősíteni, és az előítéleteket lebontani. Hát ez is egy olyan misszió, amiért én rendkívül hálás vagyok a tanodának, és csak felső fokon tudok beszélni a tevékenységükről. Egyetlen egy pont maradt a végére, ami egyébként rendkívül fontos, úgyhogy valamivel be kell fejezni a beszélgetést. Ugye a szociológiai kimutatások igazolják, hogy minden fejlettebb egy település, annál inkább törődnek az ott élő emberek a környezetük tisztaságával, az egészségükkel. Gondolom, hogy ezt a célt és egyfajta prevenciót is szolgál az a lakossági fórum, ahol a Budaörsi Egészségügyi Központ munkatársai a daganatos megbetegedésekről fogják tájékoztatni a lakosságot. Igen, hát ez tulajdonképpen egy konferencia lesz, és a helyi egészségügyi központnak a ötlete az, Jamal doktor, akit egyébként Budaörsön nagyon szeretnek, őróla is csak a legmagasabb fokon tudok beszélni, hát egy nemzetközi hírű orvosról beszélünk, aki az orvos igazgatója az egészségügyi központnak. Volt az ötlete az, és most ez a második lesz e tekintetben, hogy legyen egy konferencia, ami nem csak orvosoknak szól, hiszen és pontosan ez a betegség, ugye látjuk, tudjuk azt, hogy a daganatos megbetegedések, az elhalálozások között bizony nagyon, hát idézőjelben előkelő helyen vannak, a szív- és érrendszeri betegségek mellett ez a legtöbb halált okozó betegség. Miközben ma már azt pontosan tudjuk, hogy egy diagnosztizálása egy ilyen betegségnek, ez még nem halálos ítélet. De mind a prevenció tekintetében, mind pedig a tekintetben, hogy erről megfelelő információi legyenek azoknak, akik már vagy már érintettek, vagy érintettekké válhatnak. Nagyon fontos, hogy erről ők tájékozottak legyenek, és az is, hogy az új módszerekről nyilván az orvosoknak legyenek információjuk. Azt is tudjuk, hogy azért, ha ma azt mondjuk, hogy egészségügy, akkor az emberek nem a legnagyobb örömmel kezdenek erről nyilatkozni, és érdekes, hogy abban a közvéleménykutatásban, amit itt Budaörsön mértünk, az egészségügy volt a legalacsonyabban pontozott érték, miközben, és ez értető, ebből is látszik azért, hogy nem tudja a település kivonni magát az általános tendenciák alól, hiszen az orvosi hiány, vagy az, hogy ez sokkal jobban működik, ez az intézmény, sokkal több szakorvosi ellátást biztosít, ez azt jelenti, hogy sokkal többen jönnek ide, beszéltünk 11. kerületről, amikor ott voltam egy fórumon, ott mondták el többen, hogy mi is Budaörsre járunk. Szóval ugye több probléma van, az kórházi háttér rettenetes, sokan lázadoznak azért, hogy a teljesen lepusztult János kórházhoz tartozik Budaörs sok esetben, bár nem minden ellátás tekintetében, és ugye nem értik meg, miközben persze igazuk van, amikor ezen fölháborodnak, hogy milyen állapotokat tapasztalnak ott, nem értik meg, hogy az, hogy az országos egészségügyi pénztár határozza azt meg, hogy mit finanszíroz, és hol milyen ellátáshoz juthatnak a különböző területen élő emberek. De e tekintetben is nagyon sok újítás született az egészségügyi központ részéről, az, hogy 32 szakorvosi ellátás van, hogy az egynapos sebészettel finanszírozzák meg azt a forráshiányt, amit az OEP nem termel meg, hogy tényleg számos ilyen preventív programot is elindítanak. Az önkormányzat is nyilván igyekszik anyagi erővel támogatni, hogy minél több lehetőség legyen ezeknek a szolgáltatásoknak a bővítésére. De ez egy olyan új kezdeményezés, most egy kicsit az egészségügyi keretet próbáltam megmutatni, amiben azért vannak negatívumok, de ezen belül is szerintem Budaörs azért jelentősen jobban áll, mint más település. De volt, aki azt írta nekünk a Facebookon, hogy miért nem építünk egy kórházat. Ugye hát sajnos ez az, amit nagyon nehezen látnak át az emberek, hogy azért egy településnek a mérete határozza az, hogy mire képes. Hát mondjuk fölépíthetnénk egy kórházat, de azt mondjuk egy éves költségvetési forrás is kevés lenne hozzá, és egyébként a működtetését is képtelen lenne ellátni, de ráadásul az OEP nem ad hozzá finanszírozást, onnantól kezdve az a csődöt jelenti. Szóval nem ilyen egyszerű ez a dolog, de mégis lesznek olyan ellátási formák, amiben például az egészségügyi központ kórházi rangot fog kapni, itt a válsebészet és egyéb olyan kérdések vannak, amiről azért azt javaslom, hogy sokkal inkább az egészségügyi központ hozzáértő szakembereivel
beszélgessenek. Mindenesetre ez a mai kezdeményezés szerintem egy úttörő jellegű kezdeményezés, és hát remélem, hogy fogékonyak lesznek azok, akik érdeklődnek, és fontosnak tartják a saját egészségüket, mert azért mégis itt is nagyon nagy hátrányok vagy hiányosságok vannak. Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést és az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.